Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. A világ és a művészetek viszonyáról beszélt Aknai Tamás művészettörténész. Japán rajzversenyt nyert egy 8. osztályos szekszárdi diák. A természet képekben is csodálatos. Fotókiállítás a Babicsban. Rajzember címmel nyílt kiállítás a Szakács Róbertnek. Hogyan reagálnak a művészetek a világ változásaira? Felismerjük-e idejében azokat az alkotókat, akik elsők voltak a modernizáció csapásain, vagy csak az utókor emeli fel őket? Milyen volt ebből a szempontból a 19. század Magyarországa? Többek között ezekről a kérdésekről beszélt Aknai Tamás művészettörténész előadásában. Így visszanézve a történteket azt mondhatjuk, hogy a művészetek előre jelezték a világ változásait. Erről a tendenciáról beszélt Aknai Tamás művészettörténész. Ha megvizsgálja az ember a művészet megjelenésének első pillanatait, már akkor is látja, hogy a valóság birtokba vételének körülbelül milyen akadályai vannak, hogy nem lehet teljességével és minden részletével birtokolni a valóságot. Megközelíteni lehet, elmélyülni és egyre jobban és egyre finomabban megismerni azt, ami körülvesz bennünket anyagi és szellemi tekintetben egyaránt, és ennek valamilyen módon formát adni, valamilyen módon anyagban közvetíteni. Ez egy késztetés, ez egy különös ördög sarkantyúja, mióta létezik az ember, azóta ott van a véknyában ez az ösztönzés, hogy valamilyen módon, valamilyen tevékenység során, de jelét és formáját adja annak, hogy ő létezik. És ennek rengetegféle formája van, az etnográfia az gyönyörűen bizonyítja azt, hogy a legkisebb emberi együttélési csoportok is milyen fantasztikus nyelveket találtak ki maguknak a reprezentációjukban. Elég a ruházatot vagy az építészetet említeni ezen a téren, mely alapján jól elkülöníthetőek emberi csoportok, vagy a csoportokon belül még kisebb egységek. A valóságra vonatkozóan minden műalkotás helyén van, és készen van, és minden műalkotás, ha akarjuk, ez nagy mértékben függ a mi szándékunktól, de meg tud nyilatkozni önmaga koráról feltétlenül, és feltétlenül tud üzenni már csak avval is, létezésével egyáltalán, már csak avval is, hogy létrejött, hogy voltak valakik valamikor, valahol, akik teremtettek valamit, akik mondjuk építettek és nem romboltak, akik hozzátettek és nem elvettek, akik kitaláltak, fejlesztettek, stb. Ez már egy tanulság a legújabbkor embere számára. De tanulság olyan tekintetben is, hogy megfoghatóbbá teszi a gondolkodás fajtól, nemtől, nemzetiségtől, sok minden mástól függő formáit. Nagyon eltérő gondolkodásmódok vannak, nagyon sok eltérő logika van. A művészet tanulsága kezdettől a mai napig azt talán, hogy elcsodálkozik az ember bizonyos logikákon, bizonyos fejlesztési módszereken, a birtokba vételnek, vagy az eszközhasználatnak bizonyos módszerein. A 19. század a magyar művészet perspektívájából azt mutatta meg, hogyan jelenik meg az az anyag, amit a világ egyetemes képzőművészete harmonikus, békés körülmények között létrehozott határainkon belül. Elindul a 19. század elején valami, ami mondjuk a magyar nyelv megteremtésével is párhuzamos. Már létezett a magyar nyelv, és gyönyörű költői művek születtek már a 17.-18. században is, de azért a Kazinczy Ferenc megjelenésével, a Magyar Tudományos Akadémia a nyelv ápolásáról, gondozásáról szóló különböző nézetek jelezték, hogy itt a magyarság, mint egy önálló, külön, jól körülírható kulturális entitás is helyet kér magának az egyetemes művészettörténetben. Azok a kérdések, melyeket a 19. század magyar művészettörténete feltett, ma is feltehetőek, állítja Aknai Tamás. Szerintem minden kérdés aktuális, amit a 19. század, vagyis hát a magyar művészet megteremtésének első próbálkozásai során föltettek maguknak. Részletezhetnénk ezeket a kérdéseket, az előadásom lényegében ezekről a döntésekről és választásokról fog szólni, hogy kihez forduljunk, kitől tanuljunk. A tanulásban
mennyi része lesz a saját felfedezésnek, vagy a saját invenciónak, vagy a saját személyiségnek, és mennyit veszünk át. Tudunk-e nemzetközi kommunikációt teremteni azokkal a formákkal, amelyeket mi létrehozunk? Azt nem tudjuk zárójelbe tenni, és meg nem történtnek tekinteni, ami mai gesztusaink előtt ismeretessé vált a számunkra. Tehát bennünket befolyásolnak a korábbi döntések, vagyis hát félig meddig igaznak tetszik az, hogy a történelem az élettanító mestere volna, mert körülnéz az ember, és mindenféle frazeológiában felfedezi azt, hogy itt bizonyos fokig már előkészített terepen járunk, és olyan eszközöknek és olyan tudásnak a birtokában vagyunk, amit feltétlenül ki kell egészíteni az új felismerésekkel, ezek között mondjuk a tagadásnak jelentős szerepe van, vagy az újraírásnak, vagy az újragondolásnak. A logikák újból eredetéhez való visszavezetéséhez és megint elindításához. Tehát itt a konstruálásnak és a dekonstruálásnak, a tagadásnak és az építésnek nagyon különös összjátékát figyeli az ember ebben a pillanatban. Tehát a jelen az egy ilyen konfúzus, nagyon különösen összetett jelenség. Épp itt az ideje, hogy újraolvassuk a magyar kultúra történelmét, mert számtalan olyan alkotó volt, akiket most fedezhetünk fel. Vagy a világirodalom, a zeneművészet, vagy a képzőművészet legaktuálisabb csapásain haladtak. Csak éppen az adott kor nem értékelte őket súlyuknak megfelelően. Bizalommal kell lenni a történelem iránt, mert mindaz, ami történt, oktathatja a mai embert. Véli Aknai Tamás, művészettörténész. Nemzetközi elismerést kapott a szekszárdi Szent József Katolikus Iskola egyik 8. osztályos diákja. 80 ország közel 15 ezer pályázójából Krisz Nóra rajza hozta el az első helyezést a Nemzetközi Környezetvédelmi Rajzversenyen. A 21. alkalommal megszervezett verseny egyik célja, hogy megnyissák a nemzetek közötti határokat. Felnőttként milyen természetes környezetbe szeretnél élni? Gondolj egy olyan földre, ahol minden élőlény együtt él és rajzold le az elképzeléseidet. Ezzel a felhívással hirdette meg 2021-ben szokásos nemzetközi környezetvédelmi rajzversenyét egy japán cég, a Föld 2030-ban címmel. Krisz Nóra, a szekszárdi Szent József Katolikus Iskola 8. osztályos tanulója így képzelte el. Fákat, meg hogy állatok, és hogy sokkal szebb lesz később a világ. És hogy honnan jött, hogy egy ilyen nemzetközi versenyen megmérettetik magukat? Géza bácsi mindig el szokta mondani, hogy milyen pályázatok vannak, és szeretem a természetet, ezért arra rajzoltam. Szoktam mondani, hogy hogyan csináljam néha, hogy ha valamit ki kéne benne javítsak, vagy valamelyik része nem sikerül olyan jól, akkor szoktam mondani, hogy mit kéne rajta javítsak. Nagyon szeretek rajzolni, régebben inkább színes ceruzával, most is szeretek színes ceruzával, de grafittal is. Hát nem gondoltam volna, mert igazából a rajzomba a szarvast én úgy vélem, hogy az lehetett volna jobb is. Nóra elmondása szerint 18-20 órát dolgozott összesen a rajzán. Felkészítő tanára szerint Nóri nagyon kitartó, és ez mindig meglátszik a végeredményen. Megyei országos pályázatokon általában előfordulnak még ilyen szép sikerek. A Nóri nem említette például, de ő annak idején az országos lovasrajz pályázaton is első helyezett lett. A Német Kisebbségi Önkormányzat által meghirdetett városi pályázaton is első díjazott lett. Önnek hihetetlen türelme, kitartása van egy-egy munka elkészítéséhez, és újra képes nekiállni, és rengeteg időt eltölteni egy-egy rajzzal, és ez visszaköszön természetesen. Kevés ma már az ilyen gyerek, aki ennyire el tud mélyülni ebben a tevékenységben. A tanár fontosnak tartja, hogy a gyerekek ne csak a közvetlen környezetükből kapjanak visszaigazolást, ezért igyekszik minden pályázatra nevezni diákjaival. Régóta pályázunk Magyarország és nemzetközi rajzpályatokra is, tehát én folyamatosan figyelemmel kísérem azt, hogy milyen nemzetközi rajzpályatokat írnak ki. Sok mindenről lemaradunk, mert nagyon rövid a határidő, és akkor már nem fogunk bele. De ez pont egy olyan jellegű pályázat volt, ez a japán rajzpályázat, ami eléggé el is húzódott a Covid miatt, így tényleg volt idő rá tisztességesen felkészülni. Ez egy olyan nemzetközi pályázat, amin minden évben meghirdetnek, ez volt a 21. alkalom. Tokióba kerül megrendezésre a kiállítás a pályázati művekből, és azt kell még tudni róla, hogy
A világ minden tájáról érkeznek be pályamunkák, külön értékelik a japán gyerekeknek a munkáját, és külön a nemzetközi csapatnak a munkáját. 15 ezer pályamunka közül választották ki azt a 20 felső tagozatost, aki közül díjazott lett Chris Nora iskolánk tanulója is. A rajzokat postán kellett elküldeni Tokióba, ahol egy kiállítást készítettek a díjazott alkotásokból. Mindemellett Nóda rajza bekerült egy katalógusba is, és 2022-es év naptárának egyik hónapját is az ő munkája díszíti. A pályázatra összesen 80 országból jelentkeztek. Elmondása szerint a tanár sem számított a neves elismerésre. Ezeknél a pályázatoknál azért mindig ott van a szubjektum a zsűri értékelésében, hogy éppen melyik rajz tetszik meg nekik a legjobban, ezt előre kiszámítani nem lehet. Volt már olyan pályázat, ahol általam jobbnak ítélt gyerek munkáját kevésbé értékelték, egy kevésbé értékes munkát meg magasabbra, tehát ezért ez teljesen kiszámíthatatlan. Hozzáteszem azt, hogy 10-20 ilyen pályázatból egy ilyen siker születik, tehát több helyre el kell küldeni, de már az is nagyon nagy dolog, hogyha valahonnan a gyerek kap egy oklevelet, egy emléklapot, vagy nagy Isten a kiállításon kiállítják a művét, és erő kap egy visszajelzést, ezek már óriási dolgok. Magyarországról évről évre egyre több pályázat érkezik be a japán versenyirodához. Idén 479 darab rajzzal a negyedik legtöbb pályázatot benyújtó ország lettünk. A természet szépségeit tárja a látogatók elé az idei, sorrendben 29. természetfotó kiállítás, melynek a Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont. A képek azokat a pillanatokat kapják lencse végre, amelyek a mindennapi ember számára rejtve maradnak a rohanó világban. A kiállítás a szervezők szándéka szerint a természetvédelem fontosságára is felhívja a figyelmet. Pillanatképek a természetből. Olyan események megörökítései, melyeket a mindennapi ember nem, vagy csak kivételes alkalmakkor lát meg szabad szemmel. A természet fotósai különleges, sok esetben a szó jó értelmében megszállott emberek. Ugyanakkor megmutatják mindazt a szépséget, amit a természet rejt, és amiért a környezetvédelmét zászlójukra tűzők minden erejükkel küzdenek. A Magyar Természetfotósok Szövetsége hosszú évek óta talán Közép-Európa legnagyobb természetfotós pályázatát hirdeti meg, melyre Szekszárdon is mindig nagy igény volt ezeknek a képeknek a kiállítására. Az elmúlt évtizedben minden évben otthont adtunk a díjnyertes képeknek, díjnyertes fotóknak, így 2021-ben is az elkészült pályaművek iránt nagy szeretettel jelentkeztünk, hogy újra kiállító helyszínként jelenjen meg Szekszárd, és nagy örömünkre az első vidéki helyszín lehettünk Budapest után, ahol a díjnyertes képek kiállításra kerültek. Sajnos a Covid ideje alatt ugye ezen a területen is voltak problémák, éppen ezért a tavaly évben csak digitális módon tudtuk bemutatni a képeket, nem a valódi paravánokon lévő mi voltukban, de újra idén újraélesztettük a régi hagyományt, és közel 120 kép látható most itt a Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében. Képek különböző tematikájúak, alapvetően ugye az élővilág, a természet csodálatos működését, harmóniáját mutatják be, értelemszerűen az állatok viselkedése, víz alatti élet, tenger alatti élet, de az állatoknak az egymás iránti szolidaritása, harca és a mindennapja is csodálatos módon kerültek megvilágításra. A természet védelmének fontosságát az is mutatja, hogy az elmúlt esztendőben komoly támogatást élvezett a terület. Nem csak az Európai Unió pályázatai vannak jelen a támogatók között, hanem jelentős a gazdasági szféra szponzorációja is,
az idei kiállítás megszervezéséhez. Ez nagy mértékben mutatja, hogy mennyire fontos és mennyire időszerű ez a téma, hiszen láthatjuk, hogy a Földünk milyen módon pusztul, milyen módon kell egyre inkább az értékeinket védeni, és amikor ezeken a díjnyertes fotókon láthatjuk a természet csodálatosságát, talán mindannyiunkban elindul az a fajta érdeklődés, illetve az a fajta környezettudatosság, hogy mindenkinek a feladatát képezi a természetvédelem. Olyan komoly szponzori háttér jelent meg, amely lehetővé tette ennek a pályázatnak az ilyen színvonalú és ilyen mértékű megrendezését. Tehát ez a komoly anyagi háttér, ez nagyon fontos tényező abban, hogy a természetvédelem ilyen módon is művelhető, ilyen módon is segíti a környezettudatos szemlélet kialakulását. A pályázatra 3476 képet küldtek be az alkotók, ebből választotta ki a zsűri azokat, melyek most a posztamenseken mutatják meg magukat. Ez is mutatja, hogy micsoda fantasztikus merítés és mekkora fantasztikus munka áll ennek a pályázatnak az összeállításában. Az év természetfotósa 2021-et viselő pályázatnál végül is 117 kép került kiválasztásra, amelyet itt valamennyi fotót megtekinthetnek a Márványteremben egészen március 2-ig az érdeklődők. Rajzember címmel nyílt kiállítás a Szakács Róbertnek a Babits Mihály Kulturális Központban. A gimnáziumi évei során diáktársaival több zenekart alapítottak az akkori 80-as évek budapesti alternatív művészeinek és előadóinak hatására. Így érthető, hogy ehhez a kifejezési formához párosult sok rajza és festménye az elmúlt évtizedek alatt is. Később a Biblia és a hit tanulmányozása ihlette bibliai témájú képeit. Bár intenzíven nem a szakmájában dolgozik, de a festés és a rajzolás része az életének. Rajzember. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Szakács Róbertnek Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában. Ő azt mondja, a rajzolás varázsa 10 éves korában ragadta meg. Hozzátette, nyaranta barátjával, Borosz Zoltán grafikussal, közös szenvedélyüknek, a futballozásnak és az alkotásnak szentelték szabadidejüket, egymás munkái által inspirálódtak. Ezek az élmények határozták meg azt, hogy Szakács Róbert a budapesti képző és iparművészeti gimnáziumban tanul tovább alkalmazott grafika szakon. Itt jött a képbe az, hogy az alkalmazott grafika mellett azért a kollégiumban mi zenéltünk nagyon sokat, és zenekarok alakultak, és ugye a zenével is összekapcsolódott az életem. És gyakorlatilag ezért van az, hogy néhányan meglepődnek, hogy hát te rajzolsz is, mert hát zenészként ismertünk. Egész életemben rajzoltam is, festettem is, és mellette zenéltem, csak hát a zene volt az, ami pontosabban inkább zene mellett rajzoltam, mert a zene volt az, ami az életemet úgy kitöltötte, és a rajzolás hobbivá vált. És most, ahogy jöttek ezek az időszakok, a covidos időszak, amikor már nem zenélhettünk, hát akkor meg leültem, a digitális rajzokat készítettek, és ezért a gép elé ültem ugye le, és egy digitális táblán folyamatosan festegettem, rajzolgattam. Az olajfestészet azért áll távol tőlem, mert én nem szeretek úgy ilyen olajjal maszatolni, és ezért inkább a grafikai részéről közelítettem meg mindig a dolgokat, és ahogy jöttek ezek a technikai újítások, hogy egy elérhetővé vált számunkra az is, hogy egy táblán tudjunk rajzolni, akkor ezt kihasználtam, ezt a lehetőséget. Csak hát azért úgy van igény arra, hogy ezek jelenjenek meg festményformátumban is, és ezért így
ki lettek nyomtatva, és festmények lettek belőlük. Az alkotó azt mondja, mindig is az élethű stílus vonzotta. Korábban a kézi rajz, tempera festés állt közel hozzá, de manapság a digitális festés használatával a technikai lehetőségek széles spektrumát igyekszik elsajátítani. Én mindig realisztikusan igyekeztem rajzolni, most már úgy érzem, hogy szeretnék elszakadni egy kicsit ettől, mert a lehetőségek olyan nagyok ebben a technikában, amivel dolgozom, hogy itt most már tényleg bármit meg lehetne oldani. Ugye magában a fénykép az nem sokat mond egy embernek, ma már tényleg mindenki tud még a mobiltelefonjából is fényképezni, de az, hogyha lerajzolom fényképszerűen a dolgokat, az már nem olyan jelentős, de az, hogyha pluszot adok, jelentőséget adok nekik, színeket adok és átalakítva más értelmezésbe festem le, annak már van valami üzenete az emberek számára. Úgyhogy így alakult ki ez a dolog, és ezért gondoltam, hogy hát veszünk egy ilyen nem művész nevet, hanem inkább egy ilyen Facebook oldal címet akartam adni azzal, hogy azt mondtam, hogy akkor nem Szakács Róbert festményei, hanem a rajzember festményei. És hát úgy tűnik, hogy aztán úgy nekem is megtetszett, hogy lehet ezt használni esetleg a kiállításra is, hogy rajzember, és ezt még angolul is lehet használni, mert drawmanként is, vagy drawingmanként is lehet használni. Ez a fajta technika, azt lehet mondani, hogy körülbelül 20 éve jött be, így, vagy kezdett működni a művészek életébe, de talán 10 éve van az, hogy elérhetővé vált az olyan többmilliós rajztábláknak a használata. Régebben több millióba került, most már 4-500 ezer is meg lehet venni egy rajztáblát, amivel lehet így dolgozni, és a nyomdai megjelenítése is sokkal jobb minőségű lett, mint a régebbiek voltak. Én úgy gondolom, hogy ez a technika most a jövővé, tehát úgy gondolom, hogy nagyon szép dolgokat lehet festeni olajjal, de érdekesebbeket, változatosabbakat, merészebbeket lehet most csinálni azzal, hogyha az ember egy kicsit belemegy ebbe a informatikán keresztüli működésbe. Szakács Róbert azt mondja, a gimnáziumi évei során diáktársaival több zenekart alapítottak az akkori 80-as évek budapesti alternatív művészeinek és előadóinak hatására. Így érthető, hogy ehhez a kifejezési formához párosult sok rajza és festménye az elmúlt évtizedek alatt is. Később a Biblia és a hit tanulmányozása ihlette képeit. A kollégiumban mindig ment az elérés. Tehát én olyan közegben nőttem fel 10 évesen, amikor hát az akkori budapesti alternatív élet, kontrollcsoport, Európa kiadó koncertjeikre jártunk, vagy akár az Albert Einstein bizottságot is mondhatnám, ahol festőművészek énekeltek és zenéltek, és úgy belénk ivódott az, hogy az is egy önkifejezési forma, és szinte párhuzamosan futott mindig a zenélés és a rajzolással, az iskolában is, meg hát később is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!